Azt tudnám, hogy mit akar ezzel a létrával. Na, mi jót hoz? Csak nem a jegyzőkönyv. De igen, felnök úr! Szabad? Na, nézzük. Ez rendben van. Ez egészen ügyes. Szavamra mondom, hogy nagyon, nagyon ügyes, és milyen értelmes. Tudja, van magában valami, amivel eddig nőknél még soha nem találkoztam. Igen, főnök úr! Soha nem csinál helyesírási hibát. Hát azt tényleg nem csinálok. Na mi van, most megbántottam? Dehogy is, főnök úr! Akkor miért néz rám úgy, mintha anyját, apját megöltem volna? Isten őriz, főnök úr! És miért remeg a keze? Kezem is! Azt hittem, csak a lábam! És miért remeg a lába? Bántottam én, kérem! Fél tőlem? Miért fél tőlem maga is, meg a húgom is, amikor a legszelidebb és legjobb indulatú ember vagyok a világon? Akeser vitt neki! Fél még? Nem! Na, csak hogy megnyugtattam. Én hallgassom. Valaki felhívta magára a figyelmemet, de én anélkül is figyelek, mert én olyan vagyok. Úgyhogy ha valami kérése és fülök a panasza van, akkor nagyon szívesen áthelyeztetem másik osztályra. Esetleg vidékre. Vidékre? Nem. Nem? Nem. Jó. Jó, jó, rendben. Jó, akkor most még csak egyet szeretnék. Nagyon vigyázzon erre a Benettire, ez egy ravasz ember, ügyes ember, okos ember, és nagyon gyanúm, hogy üzleti titkokat akar magától kicsalni. Szép szóval, udvarlással, esetleg pénzzel. De én megbízom magában, mindössze két napja ismerem csak, de be kell vallanom. Most jut eszembe, hogy hát miért érzek én maga irán bizalmat? Pláne ilyen feltétlen és korlátlan bizalmat. Nem tudom, főnök úr! Hát ezt egyszer, hogy maga nem tudja, de én sem tudom. Hát ez mégiscsak valószínű. Ez volna az az első létre... Tessék! Semmi. Bocsánat. Nem, legyen a szemüveg! Én? Igen. Igen, főnök úr. Tessék, a szemem az meg, ennek teljesen rendben van. Nagyon kedves, közvetlen, őszinte. Mondjál, muszáj magának ezt a vacakot hordani? Nem tudom, az orvos azt mondta, hogy tanácsos 19-20 éves koromig. De most hány éves? 23. Hát akkor meg ne lássam többet magán, egészen elcsúfítja az arcát. Kiveszi a formájából a... Ja, meg az... Az orrát. Ami fitos. Határozott egyre fitosabb. Utassa a fej? Nem. Nem, vegye le a kalapját! Na, vegye le a kalapját! Szeretném látni a haját, a fürtjeit! Na, vegye le! Hát ez pokoli! Számomra mondom, ez pokoli! Ezek a maga fürtjei? Felnök úr, én elfelejtettem, hogy a hajában van csavarva! Hát, nem baj, kedves, a bizalom azért megmarad.
Csak tudja, ez a szamárság ezzel a létrával. Nincs ez a létra! Ebből egy fog hiányzik. Nem, jó. Vegye vissza gyorsan a kalapját. És jöjjön fel a szobámba, mert diktálni szeretnék. Rendben van? És nagyon kérem, hogy bocsásson meg, én igazán nem akartam megbántani, csak ez a szamárság ezzel a létrával. Lesz már a Juszt is az enyém, csak az enyém, csak az enyém. Nincs egyebem, csak a remény, csak a remény, a remény. Karika gyűrűre gyoghat a kezén, kacak a gúnyos a ma még belén. Lesz maga Juszt és az enyém, csak az enyém, az enyém. Hiába táncol éjszakán át, hiába van babája száz. Tudom, hogy gyötröm minden álmát, vidám szívét emészt láz. Hiába járja még a tangót, a pezsgő gyöngye könycsupán. A bánat ezerszer jajég a top, a sok-sok pohár után. Lesz maga Juszt, zenét, csak a zenét, csak a zenét. Nincs egyedül, csak a remény, csak a remény, a remény. Csak az enyém, az enyém. Megfenyegetett, hogy áthelyeztet vidékre, a végén meg kiröhögött. Mindezt azért, mert képzeld, valaki felhívta rám a figyelmet. Tényleg? Igen. Én hívtam fel rád a figyelmet. Azt gondolhattam volna. Amihez te nyúlsz, annak vége, ne gyerek közel! Semmi. Semmi, csak ami mindenki másnak. Én vagyok az az ember, akinél minden mindig fordítva sikerül. Szegényként szerelmes valakiben. Én pedig megpróbáltam az illető úr figyelmét felhívni rá. Ó, ez butaság! Ő neki magának kell felhívni a figyelmet, saját magát. Hogyan? Hát szegényként mit tett egyebet, mint hogy itt van közöttünk a világon? Szép, okos, szemüveges. Szerelemhez nem kell szépség, szerelemhez nem kell ész. Nekem tetszik mondani. Ráadásul prózában. Én nekem ezt már is énekelték. Én nekem ne arról tessék beszélni, hogy mi nem kell a szerelemhez, hanem arról tessék én nekem beszélni, hogy mi kell hozzá. Hát az, hogy a nő ott álljon a kirakatban és észrevegyék. Mondja meg annak a lánynak, hogy ott, ahol él, és úgy, ahogy él, soha senki nem fogja észrevenni. Maga fabrikált a rongy kis ruhákban jár, hát ki kíváncsi, mi van az alatt a ruha alatt? Jézus már!